Az elmúlt hónapok során több olyan erőszakos cselekmény történt Szerbiában, amelyek nagy visszhangot váltottak ki. Bega Györgyön egy férfi lelőtte feleségét, és még négy ember tölt meg. Vratarnica településen pedig egy 28 éves férfi megerőszakolt, és megölt egy három éves kislányt. Ezek a bűncselekmények arra kényszerítik az illetékeseket, hogy szigorítsanak a családon belüli erőszakra vonatkozó törvénytervezeten. Ezzel kapcsolatban tartott sajtótájékoztatót Alexander Vučić, szerb-kormányfő és az illetékes miniszterek. Vučić beszédében kiemelte, a jogszabályban új fogalmakat vezetnek be, mint a szexuális zaklatás és a visszaélés. Több szuppot Nova de a povecsányi valamennyi, a kozivel, primere. minimuma és a maximális Zašto? Zato što to što smo nekada govorili da upovećavamo maksimum kazne, rezultati iz prakse pokazuju da se ništa nije promenilo, naprotiv da smo imali u praksi izricanje čak i nižih kazni za počinjace veoma teških krivičnih dela. Mucsit azt is hangsúlyozta, hogy nem elég a törvények módosítása, az illetékes szervek összehangolt munkájára van szükség. Ezt is szabályozzák majd, valamint a belügyminisztérium és az ügyészség alkalmazottait különleges képzésre kötelezik. Az ilyen bejelentéseknél külön eljárás alapján járnak majd el az illetékesek, jelentette ki Nikola Szelákovics, igazságügyi miniszter. Uvodi se posebna procedura prema kojoj se prijavljeno delo nasilja porodici, onom službeniku kojem je prijavljeno on je dužan da je prosle, da ga prosledi da prosledi tu prijavu specijalizovanom službeniku u svojoj policijskoj stanici koji se specijalizovao samo za krivična dela nasilja u porodici on ima pravo da izvrši na osnovu razgovora sa licem koje je osumnjičeno da je nasilnik da izvrši procenu rizika ukoliko na osnovu te procene rizika smatra da postoji neka vrsta nasilja u porodici ili nešto što ukazuje da je izvršeno krivično delo, ona ređuje njegov ostanak u policijskoj stanici u roku od 8 sati. Ezután az illetékes gyorsított eljárásban tájékoztatja az ügyészséget, annak pedig egy napja van, hogy az ügyet a bíróság elé terjessze. Ez alapján a bíróság 30 napos távoltartási határozatot hozhat. A rendőrség nagyobb teret kap az ilyen ügyekben való intézkedések végrehajtásánál. Jelenleg több mint 5000 olyan rendőr van, aki már ki van képezve az ilyen esetek kezelésére, jelentette ki Nebojsa Stefánovics belügyminiszter. Politika, koju ministarstvo hoće da pro, proklamuje, jer je to politika vlade Srbije, to je politika obaveznog hapšenja svih učinioca ovog krivičnog dela, naravno tamo kada se steknu zakonski uslovi za određivanje pritvora, i to će biti politika koju će ministarstvo sprovoditi na teritoriji čitave zemlje, da bi smo izbjegli da učinioci krivičnih dela blago budu kažnjeni i da kroz nekažnjavanje mogu da kažem da ponove izvršenje kriječnog dela ili učine situaciju još gorom. A módosításokkal nő a rendőrség hatásköre, a feljelentések esetén például a rendőrök alaposan kivizsgálják a helyzetet, és amennyiben úgy látják, hogy fennáll a bűncselekmény lehetősége, akkor az erőszakosan viselkedő egyént elzárhatják, házkutatást tarthatnak nála, és elvehetik a fegyvereit. Ezek az intézkedések jelentősek lehetnek a megelőzés szempontjából, mivel eddig a bűncselekmény bekövetkezte előtt a rendőrség nem tehetett semmit.